A poroszlói Tiszatavi Ökocentrum elsősorban őshonos állatokat bemutató turisztikai látogatóközpont. Igazi látványosság, mely szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel játékosan tárja a látogatók elé a Tiszató és a Tisza völgy természeti kincseit bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Az Ökocentrum legfőbb látványossága Európa legnagyobb édesvízi akvárium rendszere, mely közel 1 millió liter ösztérfogatával és a benne mutatott víz alatti csodákkal igazán különleges természetközeli élményt nyújt. Ezt is sokan megcsodálják minden alkalommal. Az Ökocentrumnál belföldi turisták mellett szlovák, lengyel, német látogatók is gyakran megfordulnak. A húsvéti hosszú hétvégére is sok látogató érkezett ide. Igazából Szolnokról jöttünk a párommal, kihasználjuk ezt a szép, csodálatos jó időt. Elméletileg egy napra jöttünk ide, Poroszlóra, de úgy szándékozok, hogy itt is alszunk. Második nap meg még szerintem túrázgatunk, sétálgatunk, és azt javasolom mindenkinek, hogy használják ki ezt a szép időt. A Tisza tavat körülvevő 2-3 méter magas gáton aszfalt burkolatú, hosszabb és rövidebb körökből álló, kiváló minőségű pálya fut végig, amelyen körbe kerékpározható a tó teljes területe. A pályáról nagyszerű kilátás nyílik a tájra, így biciklizés közben rá lehet látni a szigetekre, az ártéri erdőkre és a gyönyörű vízfelületre. Sokan pattantak nyerekbe a hosszú hétvégén, amerre csak a szem ellát kerékpárosokat láttunk. Sokan gondolták úgy, hogy kihasználva a jó időt, kijönnek egy kicsit a családdal kikapcsolódni a friss levegőre. De voltak, akik csak kijöttek sétálni a Tiszató partjára, a jó levegőre, és közben megtervezték a programot is. Még délután lesz egy hajókirándulás, közben egy ebéd, aztán megnézzük még a haletetést lenn a alaksorban, úgyhogy egész napra tervezzük. Szerintem nagyon érdekes. Annyian vannak most itt, gondolom a húsvéttal kapcsolatban is, hogy 4 napos ünnep most ez, hogy hát alig találtunk parkolóhelyet, úgyhogy. De egyébként meg nagyon szép minden. A 4 napos húsvéti hosszú hétvégén rengetegen látogattak el a Tiszatavi Ökocentrumba, számos program várt a kirándulni vágyókra, így mindenki kikapcsolódhatott egy kicsit a húsvéti ünnepek alatt.